Kedves testvérek, a mai olvasmányokban föltámadt Jézusról olvasunk, aki mennyek országába megyen. Első olvasmányban, apostolok cselekedeteiben Lukács evangélista írja le ezeket a sorokat, és érdekes az, hogy ez már a föltámadt Jézusról beszél, amikor így írja, hogy egy alkalommal együtt étkezett velük. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szenvedése után, hanem a halála után. És hogy amikor így megjelenik nekik, akkor már rajta vannak azok a sebek, amelyek, hogyha rajta vannak egy emberen, ez azt jelenti, hogy nem él, nem élhet. Olyan sebek ezek, amelyek az élet funkciókat veszi el az embernek, amikor átszúrják a oldalát, tüdejét, szívét, akkor nem tud élni. És Jézus ezekkel a jelekkel jelenik meg nekik, és ők emberek látják azt, hogy ez az ember nem tud élni, nem élhet, és az, hogy mégis él, ez azt jelenti, hogy már nem erre a világra támad föl, hanem a mennyek országára. És ez a Jézus jelenik meg nekik, beszél velük, és még együtt is étkezik velük. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik. De hát hogy lehet olyan sebekkel létezni, és még étkezni is? Föltámadt, már nem erre a világra, mennyek országára, akkor hogy van neki teste? És amikor az apostolok ezeket a dolgokat látják, akkor megértik azt, hogy valójában Jézust nem tudták elpusztítani, meg akarták ölni, sikerült is, de a mennyei atya föltámasztotta. Vagyis elment ebből a földi életből, de miután a mennyei atya föltámasztotta, visszajött, és ez a visszajövetele neki nem az ő számára volt fontos, hanem az tanítványok számára. Hogy a tanítványok megértsék azt, hogy ő él, és ez azért fontos az ember számára, mert ez megváltoztatja az életét. És az apostoloknak az életében ez a változás, az, hogy előtte félnek, hogy őket is megölik, és most már kimernek állni, és bizonyítani azt, hogy Jézus föltámadt, Jézus él, ez azt bizonyítja mi számunkra is, hogy ők valóban találkoztak a föltámadt Jézussal. És nekünk az a fontos ebből a történetből, hogy a mi életünk is úgy tud változni, ha találkozunk a föltámadt Jézussal. Ha nem találkozunk, hogyha számunkra a hitünk egy tanítás, valaki elmondta, valaki kitalálta, valaki mondogatja újra és újra, akkor ez egy leírt szöveg, egy valamilyen hagyomány. Olyan, mint amikor egy-egy népnek vannak különböző hagyományai, amelyek segítenek az ő számára megélni a saját nemzetiségét, akkor ez csak egy hagyomány. És a mi számunkra, ami miatt akár itt ülünk, mi hitünknek a lényege az, hogy ez ne egy leírt szöveg, ne egy tanítás legyen, hanem mi személyesen keressük az Úr Jézussal való kapcsolatot, legyen tapasztalatunk Jézusról, és hogyha van tapasztalatunk, megtapasztaljuk azt, hogy ő ott van az életünkben, gondoskodik, szeret bennünket, ő jelen van az életünkben. Sokszor mondja azt, hogy nem hagylak árván titeket,
veletek leszek, bennetek leszek, működni fogok rajtatok keresztül, jelen leszek, vagy amikor a Szentlélekről, a Szent Háromságról mondja, lakást veszek nátok. Vagyis nagyon sokszor, sokféle módon, amikor olvassuk az evangéliumokat, akkor Jézus ezt mondja, hogy ő velünk van, és ezt nekünk meg kell tapasztalni. Mert ha megtapasztaljuk, akkor változik az életünk. Ha nem tapasztaljuk meg, akkor ez egy írás lesz a számunkra, egy történet lesz a számunkra. És az a meghívás ezekből az olvasmányokból, akár a mai ünnepből, hogy mi találkozzunk a föltámadt Jézussal, az, aki a mennyek országába ment, és ez kezdje el változtatni az életünket. Alakítsa át az életünket. Ami azt jelenti, úgy kell átalakítani az életünket, hogy mi tudatosítsuk, hogy a mennyek országának vagyunk a polgárai, az állampolgárai, hogy mi oda szeretnénk eljutni. Sőt, már most mi hívők, keresztények úgy élünk, hogy itt, ezen a földön idegenként vagyunk, hogy nem vagyunk teljesen otthon. Teljesen otthon csak akkor vagyunk, amikor az Istennel vagyunk, amikor ő jelen van az életünkben. És azért vagyunk otthon, mert ő velünk van. Ha elveszítettük őt, akkor onnantól kezdve idegen földön vagyunk. Akkor rabságban vagyunk, ahogy mondjuk is, ugye a bűn rabságában. Amikor az ember vétkezik, akkor a bűn rabságában van. És onnantól kezdve fogoly. Onnantól kezdve őt elvitték rabként egy másik idegen földre. És amikor visszakapjuk, visszaszerezzük a kegyelmet, az Úristen kegyelmét, onnantól kezdve újra otthon vagyunk. Vagyis az otthont a számunkra az Isten adja meg. Ezt szeretnénk, hogy Jézus, aki a mennybe ment, jelen legyen az életünkben, a szívünkben, és oda vágyódjunk a mennyek országába. Amen.